Donát Anna Momentumtól van itt, kezét csokolom, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, köszönjük, hogy ilyen korán kelt miattunk, bár a téma mondjuk fontos. A téma mondjuk fontos, a téma mondjuk mindig fontos. Miért vittek WC papírt a Szent János Kórházba? Alapvetően ez egy figyelemfelkeltő akció volt, amúgy nálunk nem ez volt az első ilyen, tehát tavaly augusztus 20-án mutattuk be a cselekvéskörei projektünket, ez azóta is megy, ugyan nincs rajta akkor a hangsúly, ennek pont az lenne a lényege, hogy olyan apróbb dolgokat magunk megoldjunk, amit igazából nem a mi feladatunk lenne, nem állampolgári vagy pártpolitikai feladat lenne. Kutyapárt fogott egy csomó szappan, bement kórházba. A kutyapárt sokkal látványosabban csinálja, és azt gondoljuk, hogy nagyon jó, hogy látványosan csinálják, mondjuk egy picit más játékszabályok alapján játszanak, mert a humor által ők egy csomó olyan dolgot is felvállalhatnak, amit alapvetően egy komolyabb politikai párt nem, vagy egyből azt kapná Momentum is, hogy politikai tőkét akar ebből kovácsolni, mint ahogy megkaptuk a WC papír projekt után. Na is. Jó, de itt nem erről volt szét. Ha azt akarna, hisz nagy pártnak azért ez kell, hogy a célja legyen, azon túl, hogy problémákra hívja fel a figyelmet. Igen, csak picit más az, amikor a politikai eszközként felhasználjuk a figyelemfelkeltetést arra, hogy itt vannak olyan problémák, amire az államnak vagy az önkormányzatnak reagálnia kéne, és nyilvánvalóan minden politikai akarattal kezdődik, és más az, amikor az ember időre egyszer látványosan megjelenik, valahol átad pár WC papírt, és ezzel letudta a dolgot számunkra. Ez nem erről szólt, hogy letudjuk a problémát, ez azért megmutatjuk, jelent? Hogy viszünk száz WC papírt. Minden hónap 6-án fognak egy csomó guriga WC papírt, vagy esetleg tisztasági kendőt, vagy esetleg nem tudom, a reggelit mindig szidják a kórházakban mackó sajtot, és elmennek ilyet osztogatni. Nem, nyilvánvalóan nem minden nap, és nem feltétlenül mindig momentumosok. Mi azt szeretnénk, hogyha ha az emberek egy picit öntudatosabbá válnának, egyrészt azért, hogy igenis álljanak ki a jogaikért, igenis gondolják azt, hogy nekik van hozzá affinitásuk, hogy számon kérjék az államon, hogyha befizetik a társadalombiztosítási járulékot, az a minimum, hogyha egészségügyi intézménybe kerülnek, akkor WC papír van például ott, vagy olyan higiéniai eszközök, amik nélkül elképzelhetetlen a kórházi jelenlét, vagy a kórházba való tartózkodás. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy megmutassuk, hogy a sok kicsi sokra megy, pár óra alatt egy maréknyi momentumos bement a boltba, vett egy halom WC papírt és bevitte, tehát hogy ezek a legtöbb esetben ez nem feltétlenül pénz kérdése, és nem feltétlenül arról szól, hogy akkor itt most ilyen hatalmas rendszer szintű változásokba kéne belekezdeni. Nagyon sok apró gesztus figyelmességgel közösen meg tudnánk oldani egy csomó problémát. Nyilván azért ez egy akciózás. Tehát, hogy ez egy intézmény volt, van az országban nagyjából 170-180 egészségügyi intézmény, tehát ezzel rendszer szintű problémát. Nem oldunk meg, felhívjuk rá a figyelmet nagyjából. Ami viszont önöknek olyan javaslata, ami rendszer szinten lehet, hogy változtatna, nem tudom, az, hogy a kórházigazgatóknak legyen megfelelő gazdasági végzettsége. Ez ugye egy alapvető kérdés mindig, hogy a kórházigazgató jó sebész vagy jó gazdasági szakember legyen. Viszont ezzel a javaslatukkal, mintha egy picit egy oldalon állnának a kormánnyal abban a vonatkozásban, hogy azt mondja a kormány most, ilyen nagyon keményen az ázba leszállt a kórházakba, hogy káosz és anarchia uralkodik a gazdálkodásban. Ezek szerint önök ezzel egyetértnek, és ezért javasolnának egy ilyen változtatást, módosítást? Itt, mint mindig, mindenben van egy kis igazság, meg kicsit nem. Tehát, ebben az állításban igen, hogy a gazdasági átláthatóságot ezt azért rendbe kéne tenni, transzparensebb működést kéne elvárni az egészségügyi intézményektől, a kórházok vezetésétől. Ott már nem értünk egyet a Fidesz, hogy alapvetően a gondolat mögé bújtatva politikai alapon a kormánynak vagy a párthoz lojális gazdasági holdudvarból emelnének be embereket és raknák a kórházigazgatók feje felé. Ez nyilvánvalóan nem erről szól. Mi ennél egy kicsit komplexebb megoldáscsomagba gondolkodunk, tehát hogy egyrészt, ami Nyugat-Európában is bevált, mint ahogy a cégvezetőknél is elvárunk egyfajta menedzsment szemléletet, ez is egy intézményvezetésről szól, tehát hogy nagyobb hangsúly van azon, hogy valakinek gazdasági tudása legyen és tapasztalata akár a privát szférából. Azt gondoljuk, hogy ez elengedhetetlen, de ezen felül nyilván kell egyfajta szaktudás is hozzá, hogy inkább azon gondolkodunk, hogy például egy olyan külső indikátorrendszert kéne bevezetni, amin keresztül mind a külső, mind a belső okokat fel lehetne tárni, lehetne mérni, hogy mi okozhatja a nem megfelelő gazdálkodás, és emiatt könnyebben lehetne reagálni ezekre a történetekre. Látszólag WC papírról, meg kórházról, meg egészségügyi intézményről beszélünk, aztán, hogyha ránézek, ahogy menjünk egy kicsit a
Lapszemlére és a Magyar Idők címlapjára. Vona beismerte, hogy Simicska segítette őket, ami mondjuk egy televíziós és újságíró dolog. Én meg belolvasok részletesebben, aztán, hogy mit mondanak. Aztán, amikor megnézek például egy színházat, és a színháznak, a, hogy ki milyen módon adja ki a színházi díjat, a filmkritikus díjat, mindig eljutunk valahogy a magyar belpolitikáig. Nem érzi úgy, hogy ez a társadalom, ez a 10 milliós ország, 15 milliós nép, de mondjuk úgy, hogy ez a 10 milliós ország Magyarországon agyon van politizálva? De, és azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül tegnap kezdődött, vagy 8 évvel ezelőtt, az biztos, hogy az arányok eltolódtak, mert csak azért is, mert hogy információszabadságról nem nagyon lehet továbbiakban beszélni, van mindenféle fajta fogyasztható média is, mégis a kormány propaganda által fenntartott média van túlsúlyban, tehát az, hogy ezekben a saját maguk által fenntartott lapokban aztán végképp propaganda üzenetekkel van tele, ez nem meglepő. A sokkal inkább, mint ahogy korábban volt szó, hogy talán a Sóskifli az egyedüli, ami nincs meg túl politizálva. Kérdésként fogalmaztam meg, hogy ha erre azt tudom mondani, hogy például, hogy szedik be a búzát, és egyébként a Pékszövetséggel egyeztete az áremeséléssel kapcsolatban a szakszervezet, akivel nem a kormány, akkor onnantól fogom két lépét. Sőt, ennél egyszerűen párnapos hír, hogy körülbelül átlagosan 80-100 forinttal fog emelkedni a kenyérára. Tehát megint, tehát elég idáig elmenni, hogy a Sóskifli. Nem kellene depolitizálni egy nagyon picit a magyar társadalmat, tehát hogy hagyni az embereket élni, és hogyha az politika nélkül, én például politika nélkül baromira jól el vagyok, de hogyha azt mondom, hogy civil, ezt a szót, hogy én ezt szoktam magamra használni, hogy civil vagyok, akkor a civil is most már egy nagyon-nagyon erős politikai kifejezés. Nem ebben a formában, ebben nem értek egyet, hogy depolitizálni kellene a társadalmat, sőt. A Momentum is azzal kezdődött, hogy mi szeretnénk újra szexivé, vonzóvá tenni a politizálást, mert abban hiszünk, hogy ha visszamegyünk a gyökerekhez, miről szól a politizálás, közügyekről való gondolkodás, beszéd és cselekvés, és ez hiányzik a magyar társadalomból. Tehát sokkal tudatosabb állampolgárok lenne szükség, akik értik, hogy miről szól a politika, miről szólnak a közügyek, hol kéne beleszólni, hol mikor tudnak véleményt nyilvánítani, miről szólnak a választások, a tüntetés, a népszavazás, ezek a demokratikus eszközök miért jók, mikor, mire, mit kell használni. Ha ezzel sokkal tudatosabban élnének ezzel az emberek, akkor nem lehetne velük akármit megtenni, mint például az, hogy kinyitják az újságot, és bármire kíváncsiak, akár a kulturális hírekre, akár a tejárára, már minden a politikáról igen, szól. Igen, valószínűleg, amiről Tücskó beszél, nem önmagában a politikával van a baj, hanem valóban Magyarországon kimondjuk azt a szót, hogy politika, politikus, és eleve van egy ilyen negatív máz rajta, ami nyilván nem szerencsés. Térjünk egy picit vissza Vona Gáborra. Valóban, én most kíváncsi voltam, hogy a Magyar Idők mire alapozza ezt, hogy Vona beismerte, hogy Simicska segített őket, hiszen ez, azért a Jobbik ezt mindig határozottan cáfolta, és valóban annyit mondott Vona Gábor, hogyha egy kormányváltásra készülő párt előtt egy napilappal és televízióval rendelkező média vállalkozó kinyitja az ajtókat, akkor azokat rá is lehet vágni, vagy használni lehet a felkínált felületeket. Mi az utóbbit választottuk? Valóban, ez most tulajdonképpen egy beismerés volt. Ha már Vona Gábor, aki ugyan már nem Jobbik, de hát azért még mindig évekig Vona Gáborról a Jobbik fog eszünkbe jutni. Nagyon sokat beszéltünk az elmúlt hetekben arról, hogy formálódik talán egy valamilyen új szövetség, Jobbik, Momentum, LMP, 21. századi pártoknak össze kéne fogni, akikben az a közös, hogy megtagadják, azt hiszem, ezt Kanász Nagy Máté mondta éppen, hogy megtagadják a múltat, a jelent, és le akarják váltani a NERT, és a 21. századba akarják bevezetni az országot. Lesz ilyen szövetség? Most hol tartanak ebben? Vannak-e konkrét tárgyalások? Igen, ez a hét híre a számunkra, mert hogy mi is ilyen műsorokon keresztül és az újságon keresztül tudtuk meg, hogy állítólag szövetségi politikát már elkezdtük közösen megtárgyalni. Ugyanazt csinálják, mint április 8-a előtti hónapban? Igen, nyilvánvalóan. Ez most erről szól, a hír üres térbe valamit be kellett dobni. Ez nem jelenti azt, hogy mi ne lennénk nyitottak együttműködésre. Ezt mindig is hangsúlyoztuk, hogy kellő pillanatban igen, tehát nekünk az elsődleges célunk a NER lebontás, de nem hiszünk az ilyen előre eldöntött tömörülésekbe, hogy 21. századi pártok vagy új pólus. Alapvetően azért van egy nagyon nagy különbség a Momentum és az említett pártok között. Ezek a pártok már legalább 8-10 éve politizálnak, és ott vannak. Tehát az, hogy mennyire újak, az megint viszonylagos kérdés. Mi most komolyan azt gondoljuk, hogy nekünk a saját utunkat kell egyelőre járni, mindenki kezdjen végre a választóival beszélni, megismerni a magyar társadalmat, feldolgozni, mi történt április 8-án, és erre kitalálni alternatív megoldásokat. Nyilvánvalóan jönnek majd választások a
mostani magyar politikai térben, önkormányzati választáson nyilván nem lehet csak is kizárólag magunkba fordulva gondolkodva mondjuk elindulni. Mondjuk Kőbányán beálltak önök mögé most már többen is. Kőbánya egy nagyon-nagyon jó példa erre, mert hogy ott sem az történt, hogy mi végig kalapoztuk volna a különböző pártok helyi szervezeteit, hanem Kovács Róbert momentumos tagunk, helyi jelöltünk, belül lett egy jelölt. Ő helyben egy ismert, elismert figura, egy civil szervező, voltak környezetvédelmi projektjei, és most leginkább az utóbbi időben a Kőbánya Blues nevű blogja miatt vált híressé helyben. 51 éves családember, aki ott nőtt fel, és a mai napig ott él Kőbányán, és igazából a különböző pártok helyi alapszervezetei keresték meg őt, hogy szeretne elindulni, és mondta, hogy elgondolkodott rajta, de csak és kizárólag Momentum színekbe, hiszen ő momentumos, és erre azt mondták a helyi alapszervezetek, hogy ezt támogatják, mert ő egy hiteles ember. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Itt talán köszönjük úgy szépen fogalmazott, ugye, hogy megpróbálják szexivé tenni a magyar belpolitikát másoknak. Politizálást. Velem azért elég nehéz dolguk lesz, hogy szexivé tegyék, de ne adják fel, próbálkozzanak.